Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol lehet, hogy fogtok háttérzajokat hallani, sajnos ugyanis a szomszéd nagyon erősen felújít, és iszonyatosan hangosan flexelnek, fúrnak, és mindent, amit el tudok képzelni, és zavarhatja a videót, de ettől függetlenül szerettem volna nektek megcsinálni ezt a videót, és nem csúszni vele, ugyanis az egyik videóm alatt írta nekem valamelyikőtök, és nagyon megtetszett az ötlet, hogyha megtalálom, akkor ide bevágom nektek. Úgyhogy ennek a videónak a tematikája nem lesz más, mint hogy szinkronban fogok sminkelni két kézzel. Bal kézzel már sminkeltem, nem volt annyira vészes, viszont kettő kézzel egyszerre még soha. El se tudom képzelni igazából, hogy hogy fog menni ez az egész menet. Az biztos, hogy nincsen mindenből kettőm, úgyhogy lesznek nehézkes pillanatok, de ettől függetlenül megpróbálom megugrani, és azt nem mondom, hogy egy jó sminket fogunk csinálni, mert erre nem sok esélyt látok, de kezdjük el, és nézzük meg, hogy mi fog kisülni ebből az egészből. Krém már van az arcomon, a reggeli arcápolási rutinomat megcsináltam, úgyhogy a következő lépés az egy Professional lesz, Benefit pórus tökéletesítő primer, amiből kinyomok egy keveset az ujjamra, eloszlatom az ujjaimon, és csak a T-zónámra koncentrálva bedolgozom a bőrömbe. És még mielőtt tovább mennék a következő lépésre, szeretnélek megkérni titeket, hogyha nem láttátok az előző videómat, ahol a Fox Eyes trendet próbáltam ki, amikor nagyon-nagyon húzott, nagyon cicás szemet sminkelsz magadnak, akkor légy csekkoljátok le, mert nagyon rosszul megy a videó. És az az igazság, hogy nem vagyok benne biztos, hogy most már szeretnétek smink videókat nézni tőlem, ugyanis elég rosszul mennek mostanában, úgyhogy ha mégis tetszik és szeretnétek, akkor légy csekkoljátok le és küldjetek egy kis pozitivitást és megerősítést. A primer után jöhet az alapozás, ahova elfes alapozóból Flawless Finish Foundation, ez egyébként az Alabaster árnyalat, és Karaja Photo Finishből fogok kikeverni magamnak egy színt. Remélhetőleg sikeresen. És kettő darab Beauty Blenderrel fogom elvégezni az alapozásomat. Szerencsére egyébként találtam két ugyanolyat, ami elvileg ugyanolyannak kellene lennie, gyakorlatilag nem teljesen ugyanolyan, de ez most nem fog számítani. Mind a kettőre vettem fel alapozót, és kezdjük az alapozást. Amikor azt hittem, hogy a balkezes alapozás volt fura, tévedtem. A következő lépésünk a korrektorozás lesz, amit nem tudok kivitelezni 100%-osan tökéletesen, ugyanis nincsen kettő darab pontosan ugyanolyan korrektorom, úgyhogy elővettem a Jeffree Star-os korrektoromat, és ugyanarra az elfes hát palettának a külsejére fogom felvinni a korrektoromat, amire az alapozómat is kinyomtam. Fertőtlenítve van, le van tisztítva, de ettől függetlenül szerintem ez lesz a legnagyobb barátom most a smink alatt. És ugyanúgy fogom csinálni, mint az alapozóval. Felvettem a szivacsra a korrektort. Megpróbálom, Jézus, normálisan felvinni. Most érzem csak igazán, hogy a bal kezem mennyivel ügyetlenebb. Teszek ki még egy kicsit, és megpróbálom az arcom többi részén is elvégezni a korrektorozást. Mi van akkor? Olyat szabad, hogy egyenesen a szivacsra teszem? Kicsit szeretnék tenni az államra, és a homlokom közepére.
lehet összeépíteni a két kezem? Na, ez egy nagyon fura érzés volt. Korrektor tipa. Következő lépés pedig fixáló por, amiből a Catrice Glow Illusion-t fogom használni, és ugyanúgy, mint eddig, külön bemártom a szivacsaimat. És lefixálom a szemem alatti részt. Úristen, már be is csíkosodtam. Tehát most... Opa, nem csaltam. És egy picikét a homlokomat is lefixálom ezzel. Sajnos el kell köszönjek a beauty blendereimtől, ugyanis most jöhetnek a nehezebb részek. Az arcom két oldalát szeretném lefixálni ezzel a Karaja púderrel, amihez kellene nekem két egyforma ecset, de nincsen, úgyhogy az egyik az egy Karajás 14-es ecset lesz, a másik pedig egy Sephora-s 59-es, és ezzel a kettővel fogom lefixálni az arcom két oldalát, meg a nyakam. És ezután jöhet a Butter Bronzerem. Annyira jó lenne két ilyen ecset. Kicsit leütögetem a felesleget, és elkezdek bronzosítani. Teljesen felemás, úristen! Ecsetcsere. Kicsit a homlokomat is kellene. Ezután jöhet a kedvenc pirosítom, ami a Kylie Cosmetics-es X-Rated pirosító, amihez megint csak egy ecsetem van, de most ma mindenhez ezt a Sephora-s ecsetet is fogom használni. Úgyhogy felveszem mind a két ecsetre a pirosítómat, és elkezdem felütögetni. Az alapom nem olyan rossz, volt már rosszabb. Teszek fel egy kis ajakbalzsamot. És lépjünk tovább az egyik legnehezebb részre. Szerintem két nagyon nehéz része lesz ennek az egész műveletnek, és az egyik az most következik, ami nem más, mint a szemöldök. Keresek két hasonló ecsetet, amivel meg tudom csinálni a szemöldökömet, és két lapos ferde végű ecsetem van. Az egyik egy picit szélesebb, mint a másik, viszont vastagságban körülbelül egyformák. Úgyhogy ezt a kettőt fogom használni, és a Catrice-es szemöldök poromat vettem mostanra elő, ugyanis talán ezzel kisebb a hibázási lehetőség, mint hogyha ceruzával vagy zselével, poméddal csinálnám. Úgyhogy szurkoljatok! Tudjátok, milyen rossz, hogy egyszerre két helyre kell néznem? Ez nagyon nehéz. Próbáljátok ki. Ez nem egyforma.
nem érzem, hogy többet ki tudnék hozni a dologból. És mivel nem találok két egyforma ilyen kefét, így ezt a lépést kihagyjuk, és rögtön ugrunk a szemöldök fixálásra, amihez van ugyanaz a termékem, viszont két különböző színben. Nem hiszem, hogy innen látjátok a színbeli különbséget, de kettő egész árnyalat, ami azért nem kevés, de hajrá én! Kíváncsi vagyok kamerán, mennyire fog látszódni a különbség, de így észrevehető. Következő lépés egy kis primer lesz a szememre, P. Louis 05-ös árnyalat, és a legbiztosabb, hogy két eszközöm egyforma, két ujjammal fogom felvinni. Szia, szívem! Hello! Mit tettél? Nem jó, nem jó, nem jó! Gyorsan átmegyek rajta szivacssal. Ezután jöhet a szemhéj sminkünk, amihez Tati Beauty palettát fogok használni. Nincsen teljesen egyforma ecsetem, viszont ezek egészen közel állnak egymáshoz, úgyhogy megpróbálom ezzel megoldani a helyzetet. Nem ígérek nagy sminket, úgyhogy megpróbálok egy nagyon egyszerűen kivitelezhető, de mégis szép szemsminket csinálni, azt hiszem, úgyhogy felveszem az Aura árnyalatot, ami egy nagyon világos, rózsaszínes fehér, és a belső sarokba elkezdem felütögetni, és ez a kihívás, ez kettő az egyben, ugyanis körülbelül egy tükör nélküli kihívásnak ér fel, ugyanis csukott szemmel fogok sminkelni. És azt hiszem, hogy a többi színhez is ugyanezeket az ecseteket fogjuk használni, mert ennél jobban egyező ecseteim szerintem nincsenek. Úgyhogy most felveszem a Soothe-ból a csillogós árnyalatot, és elkezdek vele valami mélyítő vonalat csinálni, és egy kis árnyékot ide a külső sarokba. Hát ez... csere. Ez az oldal miért lett sötét? Teljesen más a színe, mint ennek. What? Hát én ezt nem értem. Pedig ennek tisztának kellene lennie, és... ez nem az. Jobb, ha nem piszkálom tovább, úgy érzem. Ez a két ecset sem teljesen egyforma, de hasonló, maradjunk annyiban, úgyhogy a Soothe-ból a matt textúrát fogom felvenni, és az alsó szempilla vonalamat próbálom meg beárnyékolni. Egy, nem biztos, hogy jó ötlet, de a legsötétebb barnából veszek fel egy keveset, és folytatom az árnyékolást. Ugyanezt megteszem felül is, csak a szempilla tövembe. Ez csúnya. Ez nagyon, nagyon csúnya. Se baj! A két gyűrűs ujjamat fogom venni, és az Aura árnyalatból a metál színt veszem fel.
és fogom felütögetni a szemhéjam közepére. És nem tudom, hogy honnan jött ez a vállalkozó szellem, de most tust fogunk húzni két kézzel. És ebből viszont van két egyforma dupla nullás ecsetem, és ezzel fogom húzni a tust, ugyanis abban reménykedem, hogy ha nagyon vékony ecsetet használok, akkor nem tudom annyira elrontani. És ha azt hittétek, hogy eddig koncentráltam, akkor tévedtetek, ugyanis ez most valami egészen más lesz. Bevontam mind a két ecsetnek mind a két oldalát, közelebb húzom a tükröt, és megpróbálok tust húzni. Szinkronba. Miért teszem ezt magammal? Ez nagyon-nagyon-nagyon nem jó. Hoppá. Közben kicsit kinyomom a szememet is. Basszus! Ó, hát ez... csodaszép lett, tényleg. És akkor ezután szerettem volna azt a részt, aminek szépnek kell lennie, és javítania kell a helyzeten, nem hittem, hogy ennyire rosszul fog sikerülni igazából az előtte lévő minden. Jöhet egy kis csillám ugyanoda, ahova a metált tettem. És valahogy most ez se sikerült, tehát most még a csillám se néz ki jól. Én ezt nem értem. Ezután jöhet a szempilla spirál, ami természetesen két teljesen különböző spirál lesz. Az egyik az egy karaja, a másik pedig egy pupa szempilla spirál. És megpróbálom kispirálozni a szempillaimat, anélkül, hogy kinyomnám a szemem. Már csak pár lépés van hátra a sminkünkből. Ki kellene kontúrozzam a számat. Nem egyforma szájceruza, de őszintén megmondom, hogy szerintem ezek után már teljesen mindegy is. És hát igen, kontúrra fel. Nem is rossz. Van itt nálam kettő ecset, ami igazából lehetne rúzsecset is, és ezeket fogom pindurpandúros, nagyon cuki nude rúzsommal bevonni, és megpróbálom kitölteni a számot. Ez nem csalás, ugye? És az utolsó lépés a sminkemben nem is lenne más, mint egy kis e.l.f. highlighter, amit nagyon hasonló ecsetekkel fogok felvinni. Csak egy kevés csillogást a arccsontomra.
És ezzel el is készült a sminkem. Egy nagyon mókás folyamat volt. Örülök, hogy kipróbáltam, de valószínű, hogy nem fogok többet szinkronban sminkelni a két kezemmel. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Én még egyszer mondom, nagyon jól éreztem magam. Néha nagyon jó ilyen kis kihívásokat csinálni. Úgyhogy, ha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek Instán is, az Insta neve mindig lent van a leírásban. És még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!